Megfogyatkozva, de törve egyáltalán nem, az új bajnokságra heti 3 edzéssel készülő MB2-es tolnai női kézilabdások. A koronavírus utáni helyzetkép, fogalmazzunk úgy, nem túl rózsás. Két kulcsjátékosa, Csajkó Eliza és lengyel falusi Vivien visszatért a tolnaiaknak anyaegyesületéhez Szekszárra. De lehetnek további távozók is. Aggodalomra az adhat okot, hogy az érkezők listáján egyelőre nincs senki, és nagyon úgy néz ki már, nem is lesz a 3 hét múlva esedékes bajnoki rajtig. Próbáltunk játékosokat szerezni, sajnos ők egyéb más elfoglaltságokat választottak, így sajnos nem tudtunk igazolni játékosokat, hol a pénz, hol a máshol nyújtott lehetőségek miatt inkább mást választottak. Úgy tűnik Szekszárról, Mohácsról, Dunaújvárosból, ahogy az a múltban többször megtörtént, ezúttal nem érkezik új játékos. A megkeresett aktív pályafutásukat már befejező játékosok egyelőre nemet mondtak a visszatérésre. Szekszárdal és Dunaújvárossal is, Dunaújvárostól is kértünk játékosokat, vártak, mondták, hogy augusztusban szólnak majd, de sajnos nem tudnak játékosokat biztosítani. Hol szorít a cipő? Milyen posztokon vagytok MB2-es névon is? Hát gyengék. Hát igazából az első sorunk az megvan, de a belső két lövős irányító posztra nagyon kéne még 2-3 játékos, hogy ott tudjunk lenni a középmezőnybe. Erősítés nélkül olybá tűnik, módosítani kell a célkitűzést, ami azt jelenteni, hogy ne essen ki a harmadik vonalat jelentő MB2 délnyugati csoportjából a Tolna, amely már régebb óta tagja ennek az osztálynak. Erre már egyfajta garancia, hogy 7-8 olyan játékosa van azért most is a csapatnak, akikből össze lehet rakni egy teljesítőképes hazai pályán a középcsapatokkal szemben is esélyes együttest. A kispadon fiatal ifisták lesznek, akik noha nem érettek még a felnőttek elleni játékra, a kulcsjátékosokat pihentendő epizód szerepeket éppen az említettek pihentetése miatt mindenképpen be kell majd vállalniuk. Amennyiben egyéni és csapatvédekezést átlag fölötti színvonalon művelik majd a tolnaiak, ez sokat lendíthet a szekéren, különösen az MB2-ben. Próbálunk erre rámenni, hogy kicsit a csapategységet még jobban összekovácsoljunk, és ez meglátszódjon a pályán is, hogy minél jobban tudjunk küzdeni egymásért. Ez már a tavaszi mérkőzéseken látszott is. A védekezésünk, hogyha ha összeáll, akkor akár egy erősebb csapat ellen is meg tudjuk állni helyünket. Kunkó Edit esélylatolgatásra is vállalkozott. Én nagyon bízom benne, hogy a Nagy Kanizsa, a Balatonboglár, a Hévíz, reméljük, hogy ezt az újonc Egerszeget is meg fogjuk tudni fogni, tehát egy ilyen 4-5 csapat, én azt gondolom, akit meg kellene vernünk mindenképpen, hogy a célkitűzéseinket elérjük. Az edző fejében már kezd összeállni a kezdő, illetve alapcsapat. Pásztor Fanni a bal szélen fog játszani. Ő ugye már gyerekkora óta itt kézilabdázik a Tolna KC-nél. Megbízható játékos. Mi van a másik pásztorlánya? Másik pásztorlány, Pásztor Kata most jött, szülés után most ért vissza. Most kezdte el júniusban velünk a felkészülést. Múlt hét pénteki Pécs elleni edzőmeccsen lépett először pályára, nagyon pozitívan játszott, küzdött, hajtott, majdnem végigjátszotta mind a 60 percet. Irányítóba Izsák Adél fog játszani, és Pásztor Fanni is, tehát ott cserélgetünk majd, Adél is bevethető szélen. Nincs kapusgond, a lövőposzton a másodvirágzását élő tolnai ikon Sipos Ágnes góljára továbbra is számítanak. És az időközben keletkezett hiányposzton a beállóban is MB2-es szinten megoldás lehet a nemrégen, egész pontosan tavasszal visszatért, korábban magasabb osztályban, Mohácson és Kozár Michelinben megfordult Konkoly Edit rutinos megbízható játéka, aki nagyon optimista és a fiatalokra is pozitív hatást gyakorol, a kortárs Sipos Ágnessel együtt a hétközi munkában és majd a mérkőzéseken is. Én abban bízom, hogy hátulról egy ilyen negyedik, ötödik helyet sikerül azért megcsípnünk, ami nagyon nagy eredmény lenne. Ugye most elmentek a
Lengyelfalusi Vivien, Csajko Eliza, aki nagyon nagy veszteség a csapatnak, és lassan már úgy állunk, hogy több anyuka van, mint nem anyuka. De az erősségünk az tényleg talán a csapategység, mert az idősebb játékosok nagyon jól tudnak együttműködni a fiatalokkal, biztatjuk őket, mindenképpen a védekezésünk az, amire tudunk alapozni, és hogy a jó védekezésnek köszönhetően majd egyet több gólt lövünk, mint az ellenfél. Nagyon sok mindent kell gyakorolnunk, ugye teljesen új felállásban kell játszanunk, nagyon sok cserével sajnos nem rendelkezünk, egy-két-hármat tudunk cserélni. Kapusposzton azért továbbra is erősek vagyunk a Szabó Andinak köszönhetően, és van egy nagyon jó kis fiatal kapus is, úgyhogy bízunk a legjobbakban. Egy ilyen eredménysor, ismerve az MB2-es mezőny, szinte garanciát jelentene a bentmaradás kiharcolására. A beálló azonban szomorú lenne, ha legalább egy meglepetés győzelemről, egy nagy vad elejtéséről nem tudna beszámolni az őszidény végén. Nagyon, nagyon. Ezt nem is tudom elképzelni.